A fórumon a fidesz KDMP paksi önkormányzati választásán indult jelöltek élén Szabó Péter hangsúlyozta, programjuknak az irányt a felelősség, a család és a fejlődés adja. A részletes programot csapata és a lakosság észrevételei alapján állították össze. Vállalják, hogy a kijelölt célok eléréséhez felelősséggel elvégzik feladataikat, továbbá a család a jövőben is kiemelt szerepet kap. Számos lépést terveznek a fiatalok itt tartásáért. A fejlődés kulcskérdés a PAKS 2 beruházás kapcsán a városnak. PAKS számára az atomerőmű a múlt, a jelen és a jövő, és a mi programunk is ehhez is kapcsolódik, amikor a fejlődésről beszélünk. Mert, mert célunk az, hogy PAKS város lakossága, azok is, akik nem az atomerőműben dolgoznak, mindenképpen profitáljanak ebből a beruházásból. Kitűzött terveik között szerepel a Gyógyászati Központ harmadik üteme, az orvosok megtartása és paksacsábítása, az oktatási intézmények felújítása, kiemelten kezelik a biztonság fenntartását, továbbá a parkolók létesítését. A fórumon Süli János tárca nélküli miniszter is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a Paks 2 projekt kapcsán olyan városfejlesztési feladatok állnak Paks előtt, amihez fontos az állandóság és egy jó csapat. Tehát én arra kérek mindenkit, hogy a Péter csapatát is támogassa, mindenkire a saját körzetébe szavazom. És ha már Fidesz KDNP-ről beszéltünk, akkor megyélista is fontos, hisz a megyébe és a fejlesztési célkitűzéseket az, hogyha egy egységes csapat, tehát minél több Fidesz kdnp is kerül be a megyei és a megyei testületbe. Úgy látja ezeknek a feladatoknak Szabó Péter megfelel, nem hiába kérte fel már annak idején se, hogy vegye át a városvezetés feladatait tőle. Az együttműködés így garantált.